tavasz beköszöntével a Terézvárosi Hunyadi téren is számos új lehetőség nyílik a kikapcsolódásra. Míg télen a korcsolyázásé volt, a jó időben a zenéjé, a pihenésé és a közös családi programoké a főszerep. Április 28-án a Hunyadi téri zenepavilonban a Zsömszki Vonós Kvartett adott ingyenes koncertet. A Vonós négyes irodalom kimeríthetetlen repertoárját tolmácsolva lépnek fel országszerte, örömet szerezve ezzel a hallgatóságnak. Szombaton Mozart műveket játszottak. A zene mellett a téren a Terézvárosi Játékvár óvoda pedagógusai kézműves foglalkozással várták a legkisebbeket. Mi a Zsömszki Kvártett vagyunk, akik egy ilyen körülbelül 4-5 éve alakultunk pont az ilyen nyári vagy ilyen tavaszi rendezvényekre. Főleg azért, mert hogy a zenekari, állandó zenekari munkák mellett mindenkinek van igénye arra, hogy még a kvártett repertoárt is tanuljuk, bővítsük. Úgyhogy az ilyen alkalmak nagyon jók nekünk, hogy egy kicsit így mi is kikapcsolódjunk, mert ez nekünk is szórakozás. Úgyhogy most Mozart Vonós négyeseket hoztunk, divertimentókat, amik pont ilyen szórakoztató zenék, úgyhogy szerintem egészen a 3 évesektől az idősebb korosztályig mindenki fogja élvezni. Kikből áll a csapat? Winkler Orsolya az első hegedűs, Várkonyi Zsófia a második hegedűs, Kirkosa Tünde a brácsás, és én Baksa Irék a brácsán. Mi mindannyian a Concerto Budapest tagjai vagyunk, de már a többekkel a zeneakadémiai éveink alatt is már ismertük egymást, úgyhogy ez egy ilyen hosszú távú munkakapcsolat. Hol láthatnak benneteket, akik esetleg most lekéstek erről a koncertről? Budapesten nagyon sok ilyen szabadtéri rendezvényen jelen leszünk, megpróbáljuk a Facebook oldalunkon értesíteni majd a közönséget, de igazából az ilyen délelőtti matiné koncerteken elég sokat fognak minket látni a budapestiek.